Szép jó estét kívánok mindenkinek! Mint látjátok, nem otthon vagyok. Már itt vagyok Zsófinál. Egészen pontosan 11 óra van este, és reggel 5-kor indulunk a reptérre. Ők már a szomszédszobában alszanak Mendellel. Úgyhogy ideje lenne lefeküdni, mert korán lesz a kelés. Csak szerettem volna bejelentkezni nektek, hogy innentől kezdődik a Montenegro vlog, ugyanis Montenegróba fogunk menni egy pinkó divat bemutató per brand tripre, és gondoltam, hogy miért ne jönnétek ti is, és miért ne vlogolnék. Egyáltalán nem vagyok álmos, ami problémát jelent, de valahogy meg kell próbáljak aludni, mert ismerve én magamat nem fogok tudni felkelni reggel. Ez volt a helyzetjelentés, holnap reggel találkozunk. Szia! Leszálltunk. Hú, de nagyon világos. Hogy áll a hajam? Megvan a kulcs, végre a szobában, úgyhogy gyorsan megmutatom nektek, hogy hogy néz ki. Szóval, ajtó, fürdő, pretty tusoló, itt van kis pakolósunk, és akkor így néz ki maga a szoba. És ez a kilátás. Van egy kis szabadidőnk, úgyhogy arra gondoltunk, hogy elmegyünk körbenézni itt a környéken, viszont gyorsan előtte összekapjuk magunkat egy kicsit. Zsófinak 1:45-2 lesz egy fotózás. Igazából egy jó bő 4 óránk van. Utána este van egy vacsi. Ennyit tudunk? Igen. Úgyhogy let's get ready, és menjünk. Hova megyünk? Mindenhova. Everywhere. Okay. Mit látsz? Mit nem? Nagyon szép amúgy. Nagyon. Igazán pretty. I misunderstand since I've been blind. I'm dead to the signs, thought I had lost. Come to find that I dust, a one straight bullet. You'll never be the one I can count on. No way, I'll never be the one you want. And that's okay. Előttem két kumpel. Frissen tusolva, smink leszedve, az az 5 perces, amit feldobtam. És most kezdek el készülődni a vacsira. Pár lánynak már láttam a sminkjét, igazából semmi extra, de azért valami kis szexit csak felrakok. Totál időben vagyunk, azt nem tudom, mondtam egyébként, hogy két külön szobát kaptunk Zsófival. Úgyhogy Zsófi az most az ő szobájában van, és délutáni szunyókát tart, vagy valami hasonlót. Én meg gyorsan összekapom magam. És úgy volt egyébként, nem tudom, hogy most ezt nyomorult szíva, csak rendesen. Úgy volt, hogy ma lesz fotózás, valahogy 2-3 fele.
Kettőre oda mentünk a sminkes, fodrász, mindeneshez. Zsófinak meg is csinálták a sminkjét és a haját is, de aztán mondták, hogy amúgy a fotós full késésben van, úgyhogy majd vacsi előtt fogjuk meglőni a képeket. Úgyhogy aztán hazajöttünk a szállásra. Megbeszéltük, hogy akkor én is összekészülök. Most meg melegem van így. Az előbb még fáztam. Ja, szóval, hogy én is összekészülök, megcsinálom a sminkem. Kérdezték ott, hogy szeretnék-e sminket. Köszönöm szépen, nem. Egyébként elképesztően simulékony és egyszerű kis teremtmény vagyok, de ha van olyan opció, hogy magamnak csináljam a sminkem, akkor inkább azt választom. Úgyhogy most is ezt fogjuk tenni. Tegnap egyébként dermaplanningeltem is, úgyhogy olyan kis sima az arcom, mint a baba popsi. Úgyhogy minden hibátlan. Ennél jobb nem is lehetne. Oké. Alapozó fent, szörnyű a fény. Igazából nem. De kamerában nagyon rossz. Úgyhogy én most elköszönök tőletek, és hogyha kész vagyok, akkor jövök vissza. Nem ez volt az eredeti terv, de ez lesz. Átmegyek Zsófihoz, és megpróbálom megszülni, hogy mi legyen a terv. Legrosszabb esetben fogom magam is átöltözök teljesen. Tetszik ez a tuptop vibe. Hi, girly. Mehetünk? Jó, hogy micsoda szexi bevágta magát, oda néz. Hi. Imádlak. Jó. Tetszel magadnak? Tetszel. Szuper. Szóval, wow. Megyünk le ide, oda, mert kávézunk. Ez a legfrissebb fejlemény. Mindegy. A lényeg annyi, hogy ma már maradunk a kis felekünkön, majd elmegyünk még vacsorázni. Így van. Még át kell öltözni, ez nagyon fontos. Csajok, megindult a gyalog. Nem várunk tovább a taxira. Vlog for her. Yes. It's 20 meters, don't worry. Not like 20. Visszaértünk. El se hiszem. Mindenki a saját szobájába, a Zsófinak migrénye lett kaja közben, úgyhogy ő éppen az életéért küzdött, amíg hazajöttünk. Ő is a szobában van már. Villámgyors, mint a mosás. Jaj, nagyon amúgy nem tudtam beszélni, és ez amúgy az egész videó alatt ilyen kis visszatérő séma lesz, de mindenhol tök hangos zene van, úgyhogy sajnos nem tudok nektek annyit narálni, mint amennyit szeretnék. Nagyon cukik voltak a csajok. Az egész csapat aranyos egyébként. A két lány, akit láttatok, akivel sétáltunk vissza, ők elképesztően cukik voltak. Egész végig velük beszélgettünk, nyilván ők ültek velünk szembe, úgyhogy ez valamilyen szinten adja is magát. Nagyon jót elbeszélgettünk. És most meg nem is tudom, mennyi az idő. 11:30. Holnap nincsen kifejezett program egészen 11 óráig. De meglátjuk. Zsófi azt mondta, hogy 9-kor legkésőbb ő biztos fel kell, úgyhogy én is állítok 8:30-ra egy ébresztőt. És ez volt a mai nap. Nagyon király volt egyébként. Most már azért fáradt vagyok, úgyhogy jó, és holnap folytatjuk.